Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora. A reggeli kávé a nap legjobb része, hogy le sem feküdtél, kivenné észre. Karikás a szemed, de öltöztete holmi, a nap szemüvegedet homlokodra tolni. Mikor van éjjel, na és mikor van napban, állomást váltasz, csak egy mozdulattal. Nincs jobb, mint a reggeli kávé, az életed úgyis, az éjszakái füstös kis bárban fújod a szakszét, szakszét, ritkán fogsz ki ilyen jó zsíros haktit. Néhány részeg srác a pultra törve pász, hogy megszólaljon végre egy újabb slágerszám. Ó, recseg a rádió, a dallam alig alapot, és bevág eléd egy tűzpiros Alfa Romeo. Újra hív, hív már a jazz, megint egy jó buli lesz, a beatboxos nélkül a taktust elnekez. Csak ha jön, jön a reggeli kávé, az életed úgyis, az éjszakáé, a fánkit a szólt, kiéreznél jobban, mint a holnapod szíve, mi a zenére dobban. Sodor a szél, csak a mának élsz, az ország utakon, a hajnalod földet ér. Földet ér. A bőröndöt megint, megint be kell pakolni, be kell pakolni, kapcipőt ingújjal is lehet pucolni, aludni majd, majd a buszon is ráérsz, hisz a csomagban ott van a reggeli kávé. És szól már a jazz, a szíved is dalba kezd, megint egy jó buli lesz, a taktust a szakszis nélkül elnekezd. Mint a reggeli kávé, az életed úgyis, az éjszakáé. Nincs jobb, mint a reggeli kávé, az életed végleg az éjszakáé. Az életed végleg az éjszakáé. Éjszakáé. Fuck them, fuck them, fuck them, fuck them, fuck them, fuck them.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják. A mikrofonnál Blejer Gábor. Mai vendégem Dömötör Tamás, más néven Döme, a beatboxos zenész, talán úgy szokták apostrofálni, és ez nem csak legenda, a világ második legjobb beatboxosa. Köszöntelek, régi ismerettségünkre való tekintettel, ha megengedik a riport során tegeződni fogunk. Szia! Legelőször is hagyd kérdezzem meg, hogy hogy teltek az ünnepek? Nagyon kaotikus napjaim voltak, főleg úgy, hogy azért a családdal is szeretünk úgy rendesen ünnepelni, és onnantól kezdve még a barátokkal is folytatva ennek a öröm mámorát. Hát nem nagyon szeretném részletezni, de keveset aludtam, de megérte. Értem, akkor egy picit, hogy a hallgatóink is megismerjenek. Ha jól tudom, te régi zenész családból származol, tehát a beatboxolás mellett azért a klasszikus zenei alapokkal is megismerkedtél már a családon keresztül. Igen, hát édesapám ő zongorát szintetizátoron játszik, és alapvetően fúvós hangszerek, szóval ő pozanon játszik. Édesanyám pedig hegedül, testvérem meg ugyanígy ilyen szaxofon, meg így, szóval eléggé sokan ilyen különböző hangszereken játszunk. Én dobolni kezdtem el annó, de most így a szájdobolásnál ragadtam. Ha jól tudom, nem csak dobol játszol, hanem játszol más hangszereken is. Igen, igen, én mondhatni édesanyám inspirálása által én elkezdtem hegedülni, meg mai napig is azért így bármikor kezembe veszem a hangszert, azért még blattolni tudok, mondhatni kottából. Meg így szeretek egyébként így pötyögni a zongorán, főleg ilyen kis ilyen diszonáns, ilyen kis jazzes akkordokban szeretek játszadozni, meg a latin eléggé megy. De tényleg fanatikus próbálok lenni, és ragaszkodom a szájjal való kreatív dolgokhoz. Egy picit akkor majd erre rátérünk, hogy hogyan alakult ki ez az életedbe, de még mielőtt erről beszélünk, van egy nagyon fontos mozzanat, és nem csak neked, nagyon sok zenész, aki Kecskemétről származik, az azért sokat mesélt nekem a városról, hogy neked is jelent ez valamit az életedbe, hogy kecskeméti vagy, illetve milyen pluszt adott? Nagyon sok pluszt adott nekem, mert ahhoz képest, hogy már több mint 12 éve beatboxolok, én 12 évet mondhatni egy kicsit szörnyűen, de lehúztam Kecskeméten a Kodály iskolában, és én úgy érzem, hogy annak a tematikája és tanulási lehetőségei szempontjából, főleg így az ének hangfejlesztése szempontjából én nagyon sokat kaptam az iskolától. Meg így Kecskeméttől is, már azért sok ilyen kulturális és művészeti események és lehetőségek vannak, amik így az ismerettségeim, meg a családi ismerettségeim segítsége által én csak fejlődtem Kecskeméten. Egy párat megemlítenél csak, hogy halljuk. Hát alapvetően ugye, mit tudom én, a családom is nagyon sokat segített gyerekkoromban, így az önkéntességet is így nevelt belém, hogy ilyen öregek otthonába jártunk, többször ilyen karácsonyi előadásokat tartottunk, rengeteg kórusban énekeltem az iskolán keresztül, meg kisebb ilyen kamarazenekarokban hegedültem, bicinium éneklési versenyek, meg van például ez a Bohem Ragtime Jazz Band, ahol többszörösen így eljártam, meg így voltak ilyen kis kooperációnk, úgymond ezáltal a jazz zenével is egyre úgymond többet szívhattam magamba, és hát így tömören, röviden ennyi, de így is tényleg tömörítettem. Nagyon sokat értem át. Igen, igen, igen. Akkor egy picit azért térjünk át, hogy hogy jött el a életedbe a beatboxolás, illetve hogy találkoztál vele először, és hogy kezdted ezek alapján te el? Hát ez egy vicces történet, mert tényleg én dobolni kezdtem el annó, és akkor így a Kodály iskolában is, úgymond gyakorolgattam, és akkor így ültem a folyosón, nem is tudom már, azt hiszem, akkor voltam 8-os, vagy valahogy így, vagy 7-es, 8-os, és így a folyosón már a nagy gimnazista fiúk, ugye amúgy is kicsit ilyen kisgyerekként kezelve is, így félve mertem hozzám oda menni az egyik gyerekhez, akitől így hallottam ilyen kis hangokat a szájából, és akkor így oda mentem hozzá, hogy nem-e foglalkozna-e velem, és akkor én tényleg meghívom bármire, amint legyen ez bármilyen üdítő, ugye, akkor én azt szívesen kifizettem, csak hogy adja át ennek a tudományát. És addig zaklattam, hogy elmentünk egy parkba, és akkor ott egy kicsit így foglalkozott velem, és onnantól kezdve egy barátság is elindult, és így autodidakta módon így fejleszgettem magamat. A fejleszgetés egészen odáig ment, hogy azt hiszem elindultál egy világversenyen, és ott, ahogy már mondtam, a második lettél. Erről tudsz egy kicsit elmondani valamit? Hát ez a második lettem, mármint alapvetően én lettem egy európai bajnokságon, ez az Emperor of the Mic, mármint hogy a mikrofon császára versenyén, ami Ausztriában van, én ott tényleg második lettem,
világbajnoki helyezettségemet nem tudnám megerősíteni most, de... De vannak bizonyos koncertek, mint én zenélek egy ilyen Butterfly Effect nevű zenekarban, amiben Vázsony János szaxofonozik, a Magyar Bori énekel, és Kardos Dani gitározik, és most pedig a Lombos Pál pedig nagybőgővel még csatlakozott hozzánk. Na hát ott szoktunk ilyen kaotikus fúziót, ilyen poénkodást csinálni, ahol mindig ellövi a kedves Vázsony János azt az ötletet, hogy én a világ második legjobb beatboxosa vagyok, ő pedig a világ második leghalkabb beatbox szaxofonistája, mivel az elsőt még senki nem hallotta. Aha, tehát akkor annyi igaz belőle, hogy Európa versenyen lettél második. Így van. És ha jól tudom, akkor megint nagy fába vágtad a fejszédet, mert hogy pont most indultok egy újabb európai versenyre, erről hallhatnánk-e valamit? Alapvetően próbálok mindig interaktív lenni ebben a beatbox familiában, és most lett egy olyan lehetőség, mivel a világ szintű változásokban én úgy látom, hogy egyre nagyobb igény van a közös kooperációkra, már mint ilyen kis ilyen csapat beatboxos versenyekben. Most meghívtak minket egy Sekel Máté Nyikonyuk, ilyen kétszeres országos, magyarországos beatbox bajnok barátommal. Együtt próbáljuk majd úgymond képviselni Magyarországot ebben a versenyben Belgiumban. Lehet tudni, hogy nagyjából mit fogtok játszani, milyen koncepcióval, vagy ez ott fog kialakulni? Már készülgetünk egy-két ötlettel, meg próbálunk az eddigi magyar stílusokhoz hűen kialakítani egyébként ötleteket, ami ugye így a magyar vugyvurúgy lények, úgymond a vugyvurgó lényekhez hűen szeretnénk kompozíciókat kitalálni, ami csak hogy így tisztában legyenek az emberek, a vugyvorgás az ugye így szól. Amilyen szájrezgetéssel próbálok úgymond így kialakítani. De rengeteg ötletünk van, szóval próbálunk ilyen kisebb zenei feldolgozásokat is csinálni. Még meglátjuk. Ha már beszéltél erről, egy kicsit nem prezentálnád a kedves hallgatónknak, legalább egy-két percig, mi ez belefér a riportba, hogy mégis halljanak valamit? Persze, szívesen. Azért próbálom finoman kezelni, de remélem nem ijesztem meg a kedves hallgatókat. Tényleg csak röviden, hogy képet kapjanak belőle, és ha esetleg kommentálnád utána, hogy mit hallottunk. Hát csak hogy ne legyen fura, alapvetően ilyen dobhangokat utánzok most a számmal, csak hogy tiszta legyen. Legyen egy P hang, ami ugye a kick. Vannak ilyen kám. És akkor van még ilyen kis hi-hatem. És akkor most ebből csinálok gyorsba valami kis ütemet. Köszönjük szépen. Egy picit azért beszéljünk arról, mert mondtad a Butterfly Effectet, ahol azért nem kifejezette, ahol világzenét játszottok, jazz játszottok, illetőleg nagyon sok zenei formációt próbáltok ötvözni, és négy külön világból is jöttetek. Neked fontos az, hogy egy normál zenében igenis elhelyezzék a beatboxot, és ugyanolyan szerves hangszerként működjön, mint más? Hát a világon én úgy érzem, hogy nincsenek annyira nagyon-nagyon sokan az olyan fajta csapatok, ahol a beatbox szó szerint minimum egy, ha nem is azt mondom, hogy dobost helyettesít, de hogy így tényleg akkora részese az egész fúziónak, ami a színpadon történik, hogy hát mondhatni nekem ez nagyon bejön, alapvetően régebben én ezért kezdtem el dobolni, mert hogy én zenekarokat szeretnék kísérni, csak azóta átalakult ennek a hangutánzásnak egy olyan formája bennem, hogy én ezt szeretném valahogy így megvalósítani. De ez egy olyan dolog, hogy rengeteg csapatban külön fúziók és olyan hangzásokkal kell úgymond alkalmazkodnom a csapathoz. A Butterfly Effect az megint egy más dolog, mert tényleg mindannyian a magunk kis világát próbáljuk úgymond belefúzionálni, szóval én inkább mondhatni, hogy ha rendben van, ha mondhatom így, mondjuk így a jazz, meg oké, a balkán, meg így a magyar népdalok, ugye most ez... úgymond fúzionálódik az én kis modernebb, kicsit elektronikusabb hangzásommal, de mindig tanulok a csapattól is, szóval mostanság is mindig már a régi zenékbe is próbálunk olyan fajta, mit tudom én, ilyen jazzesebb hangzásokat is így belerakni, hogy én is ettől csak fejlődök, és igazából ez nekem csak jó. És hogy állnak hozzá meg, és itt egy nagyon vegyes társaságról van szó, már egyébként érintettük, mert egyszer a Bori volt már itt a riportban nálunk, és érintettük, hogy itt nagyon négy más világból jöttek. Ugye a Vázsonyi János szinte a klasszikus zenéből
nyelvgel, tehát szakszofonista, a Kardos Dani a jazz tanszakon végzett Babos tanítvány, több filmzene szerzője, a Bori, a Magyar Bori a Bésodomba kezdte a pályafutását, és valahonnan a magyar népdal világából lőtt ki a Balkán és az egyéb világ és jazzzenék felé, és te meg jöttél ugye a beatbox világából, ez egy nagyon érdekes műhely munka lehet. Hát a kezdetekben egyébként ugye visszagondolva, hogy azért már egy jó pár éve, hogy együtt úgymond megizzasztjuk a színpadon egymást, de a kezdetekben átgondolva sokkal érdekesebb, szerintem még sokkal felszabadultabbak voltunk akár lehetőségekben. Ma már azért igyekszünk szerintem sokkal stílushűbbek is lenni, mert most számomra ez egy olyan volt, hogy én régebben nem foglalkoztam annyit ilyen 11-8-ados meg 7-8-ados ritmusokkal, de úgymond a rabjává váltam ennek a művészetnek, mert ez szó szerint már egy másfajta függetlenítés, és úgymond az agyas beatboxolása, lehet ezt egyáltalán így hívni. Igen, nehéz volt egyébként fúzionálni ezeket az elején, mert még én sem voltam talán ennyire jó ezekben a stílusokban, de én nagyon sokat köszönhetek ennek a nagy különbözőségnek a csapaton belül. És fontos az, hogy egy beatboxos ilyeneket tudjon, vagy legalábbis kínáljon ilyenekben, tehát mert egy normál beatboxos rajtad kívül még nem nagyon láttam, hogy ilyenekben részt venne. Hát ez érdekes, tudod, ez mindig az igény az, ami szerintem meghatározza a világunkat, és meghallgatva azt, hogy a mai fiatalok egyébként miben vannak és milyen zenéket hallgatnak, hát eléggé így az elektronikus zene felé húz alapvetően a beatboxnak az iránya is, de én megmondom neked őszintén, így ilyen olyan családból születve, ahol azért eléggé meghatározó a komoly és a minőségi jazz zene hallgatása és egyben annak a tisztelete. Én valahogy nekem a szívem jobban húz az ilyen élőbb dolgokhoz. Még a szünet alatt az jó lenne, ha el tudnád mondani, hogy milyen egyéb formációkban működsz. Híha, hát ami talán a Butterfly Effect-hez képest egy olyan csapat, amihez próbáltunk lojálisan kezelve megmaradni és küzdeni egymásért, meg a kompozíciónkért. Van egy ilyen artist nevezetű zenekar, ami ugye az air, ilyen levegő artisták vagyunk, ami végül is arról szól, hogy van egy didgeridoo, van egy doromb, és én pedig a beatbox, egy Markus Meurer a didgeridoon és Szilágyi Áron a dorombon, aki egyébként világszinten egy híres, édesapja, nagyon híres doromb készítő is egyben. De nem is ez a lényeg, hanem mi alapvetően ilyen transzes, ilyen techno, ilyen kicsit felszabadultabbnak tűnt, ilyen monoton, ilyen extázis felé dübörgő zenét próbálunk kihozni magunkból. Ez más hangulat. Uh-huh. Szóval én ehhez mérten, én azt szeretem benne, hogy ott tényleg olyan levegős technikai dolgokat építünk benne, hogy már ez egy kihívás, ha csak nézi szerintem a színpadon, az ember elszédül. Szóval ez megint más, mint ahol azért, mint mondjuk egy kicsit stílushűen és egyben fúzionálva próbálunk dolgokat kialakítani, mint a Butterfly Effect-be. De rengeteg más dologba vagyok benne. Egy-kettőt nevesítsünk, hogyha nem okoz problémát. Hát ami nekem még nagyon most szívügyem, ez van egy szakszofonista cimborám, Mátrai Zoltán, aki ugye nagyon sok zenekarban ő is így kooperál, de ami a legfontosabb, amiben együtt így kooperálni szoktunk, az a Bohem Ragtime Jazz Band, akivel ilyen mostanság ilyen gyerek előadásokat is próbálunk együtt csinálni, hogy így a gyerekeknek is így reklámozzuk a ragtime meg a jazznek így a történet, meg így a kialakulását, fúzionálva úgymond velem, ami úgy már így a végfejlete az egésznek. De rengeteg mást is csinálok, szóval ezen kívül mondhatni így a beatbox világban is ilyen versenyeket szervezek, meg próbálok úgymond olyan eseményeket létrehozni, amiben a kis beatbox közösségünk ide-haza, meg más versenyeken is megállja a helyét. Igen, azt láttam, mert egyszer voltam egy olyan foglalkozáson, ahol rengeteg fiatal beatboxos vett körül, ez most már jó 3-4 éve lehetett, ha jól emlékszem. Tehát nagyon, bár te se vagy egy túlidős ember, ezt el lehet árulni, de azért a fiatal beatboxos generáció rengeteget teszel. Miért fontos ez neked? Hát azért is fontos nekem, mert most egy szakot végzek a Kecskeméten a tanítóképzőn, ami a pontos neve az, hogy ifjúság segítés. Ez sok mindent átölelő irány, amit így próbálok magamba szívni ebben és megtanulni ebben az iskolában, ami rengeteg problémát
tanulunk, de amiért én most csinálom ezt az iskolát, az azért van, mert hogy szeretnék ilyen végül is beatbox táborokat is, és remélhetőleg akár állami közegek támogatásából is, szponzorációból úgymond egyszerűbb finanszírozási lehetőségekkel kecsegtetni a gyerekek felé is, mert azért egy ilyen tábornak a költségvetése lehet, hogy néha 80 ezer forint fölé is esik. De nem is ez a lényeg, hanem nekem, hogy ez miért fontos? Mert én, amikor elkezdtem ezt a beatboxolást, ez egy óriási lekötési lehetőség, és egyben egy fejlesztési lehetőség, úgy, hogy a gyerek észre se veszi, ha jó a tábor, vagy jó a program. És saját magam is egy olyan ember vagyok, hogyha van időm, és tényleg el tudok vonatkoztatni a dolgaimtól, a kötelességeimtől, akkor ez egy óriási szórakoztatás tud lenni bármelyik gyereknek. Meg ugye nincs nem hangszerhez kötött, ha lehet így mondhatom, szóval nem tárgyhoz kötött. Tulajdonképpen maga alkotja és csinálja a zenét. Így van, és bármit meg tud tanulni, bármi, hogy tudja alapvetően fejleszteni magát. Azt hiszem, a eddigi beszélgetésünkből kiderül, hogy neked mind a kreativitás, mind az alkotás, mind a spontaneitás és mind a fúzió nagyon fontos az életedben. Ez kiderült az együttesekkel. Meg tudod magyarázni, hogy miért? Miért így ez? Miért jó ez így? Hát, ha nagyon tömören és röviden kéne kifejeznem saját magamat, akkor én most a saját nevemen egyébként, mint Dömötör Tamás, ugye ezzel az öbetűs névvel én meg vagyok egy kicsit átkozva, mert nem mindenhol használnak ilyen öbetűt, és akkor így elkezdődött ez a fúzionálódás, hogy akkor próbáljuk angolosan kifejezni ezt az öbetűs nevemet, mint Döme, amit ugye nem lehet mindenhol használni, mert valahol csak Dolme, meg ilyen különböző variációkkal próbálom, már rögtem különböző, a legtöbb kínai és japán barátomon rögtem, mint beatboxosokon, hogy nem tudják kimondani a nevemet, de nem is ez a lényeg, hanem ebből lett ez a The Magic, úgymond kompozíció, mert hogy én tényleg igyekszem a gyerekekért is, úgymond az ifjúságért is, akik majd egy olyan generáció lesz, aki majd utána remélhetőleg viszi a pályámat tovább, de hogy így tényleg egy valami varázslatot szeretnék átadni a gyerekeknek, hogy így úgy olyan varázslatban vannak, hogy észre se veszik, hogy abban vannak. És itt beszéltél ugye, hogy ifjúság segítő szakon végzel. Lehet tudni, hogy az ifjúság segítés csak ebbe fog kijönni, vagy másba is szeretnéd, más területeken is szeretnéd ezt kamatoztatni? Hát tudod, most alapvetően így az iskola is köteleztet arra, hogy különböző tréningeken és ilyen csoportos fejlesztéseken kell, hogy részt vegyek, mert azért ez szép dolog, hogy én a beatboxot szeretném erőltetni, de azért rengeteg más probléma is van, főleg gyerekeknél, és most nem akarom részletezni, de azért fel kell kötnöm a gatyámat, mert nem biztos, hogy minden egyes gyereket le tudok majd ezzel kötni, de remélem, hogy az aktuális problémájához mérten legalább egy pár percnyi, vagy akár egy órára el tud majd vonatkoztatni a gyereket ezzel, hogy mi mondjuk egy zenét próbálunk összerakni, ami egy minimum egy olyan boldogságnak a rezgetésébe próbálom terelni a gyereket, hogy így ettől is, hát nem is az, hogy elvonatkoztatni, mert attól ugye még a probléma nem oldódott meg, szóval én azért is próbálok majd ifjúság segítő lenni, hogy alapvetően, hogyha mondjuk valaki jön hozzám, akkor én, ha nem is abban a pillanatban, de a későbbi évek folyamán én igyekszem megtalálni az ő problémájára az irányt, mert a problémát azt neki kell megoldani. Azt hiszem, ez nagyon fontos szó, hogy hozzásegíteni, hogy megoldja a saját problémáit. Így van. Úgyhogy én azt javaslom, hogy akkor itt lassan következik a szünet, hallgassunk egy kis zenét, és utána visszatérünk. Rendben. Ooh.
drive so far. Ooh, no one's gonna find me. Ooh, put my foot on the gas. Ooh, accelerate. Ooh, drive so fast. Ooh, no one's gonna catch me. Szünet után visszatértünk. Egy kicsit úgy nem engedlek el innen, hogy még egy kis kompozíciót ne hallanánk. Tehát arra kérlek, hogy megint mutass be valamit a hallgatóknak, és utána mondd el, hogy ez mi volt pontosan. Jó, rendben. Hát akkor egy kis kedvenccel. Nem furcsa egy kicsit ülve beatbox szólni? Hát megmondom neked őszintén, ahhoz mérten, hogy régebben még sokkal többször, ugye általában ilyen fürdés, zuhanyzás és mellékhelyiségeken egyébként mondhatni, én ülve is tudok ilyet csinálni, de természetesen furcsa, mert ugye legtöbb beatboxos így az egész testét is szokta használni, meg táncol közben, meg így feszíti az izmait, de hozzá lehet azért szokni, most éppen egy kis ilyen jazzesebb formára vettem, amit így ülve is akár. Aha, mi volt ez a kompozíció? Ez a kompozíció, hát nekem talán az egyik legnagyobb inspiráció az életemben, az Bobby McFerrin, aki jó, lehet, hogy nem is a világ legnagyobb beatboxosa, de ahhoz mérten, hogy ő, hogy a hangjával és egy-két hanggal pluszba így beleépítve, szerintem ő egy külön stílusú beatboxos, ha lehet így nevezni. Ő azért is nekem egy nagyon fontos személyiség, mert én nekem nagyon sokat énekeltem az életemben, kórusokban, meg rengeteg bicinum éneklés, meg ugye már mint említettem, és ezért így nagyon érdekesnek találtam azt, hogy ő hogyan tud ilyen szépen, és mondhatni ezzel a légzés technikával énekelni, és én addig-addig tanultam ezt a technikát, hogy megtanultam, ha most szabad még egyszer reprezentálnom ezt a befele szívásos éneklési technikát, és ez amazing. Itt nagyon fontos dolgot mondtál, egyébként Bobby McFerrinről úgy is emlékezzünk meg, mint a hál' Istennek nem csak emlék, úgyis, de azért úgy emlékezzünk róla, mint aki tulajdonképpen a 20. század második felében a zenei kultúrát valamilyen szempontból befolyásolta, megváltoztatta az ő egyéni stílusával. Egy picit ezt még esetelnéd, mert szerintem ezt érdemes a hallgatóknak is tudni. Ha tudod, persze. Hát most nagyon pontos, professzionális... Nem erre vágyom. Ja, értem. Hát Bobby McFerrin
Én megmondom neked őszintén, amikor én először láttam Bobby McFerrint ezzel a Drive nevű nótájával, nekem az azért is a legfontosabb felvétele, és ajánlom mindenkinek, hogy sőt, remélhetőleg le is fogják adni pont ezt a számot, mert én ezt szeretném kérni, és mindenkinek ajánlom. A lényeg, hogy a videóban ő ebben beatboxol is, ha mondhatom így, hogy nem csak ugye ezt az ének technikát használja, hanem a mikrofont ide a torkához rakja, és ilyen szó szerint ilyen szájrezgetéssel ilyen két hangos dolgokat is csinál, vagyis ő ebből látszik, hogy azért beatbox technikákat is alkalmaz, csak olyan kereteken belül, hogy azért az ének technikáját ne veszíts el, vagyis a saját maga stílusát ne veszíts el. És szerintem most jó, mondhatnánk egy másik nevet is, például a másik kedvencem Al Jarreau, aki majdnem, hogy egy ilyen szinten... A jazznek nagyobb klasszikus egyébként. Hát, így van, szóval, hogyha klasszikusokat említünk, akkor szerintem ő is egy ilyen technikában és stílusban adja elő, vagyis hát ilyenek az előadásai, de nekem mégis valahogy Bobby McFerrin azért jobban csatlakoztatható ez a beatbox familyhez, mert mondhatni, ő adott is egy gyönyörű interjút, van ez a Beatbox Battle TV, ha szabad így reklámoznom, amiben én is rengeteg videóm van, ők egyébként a fő támogatók és csapat, akik ezt a világversenyt így szervezik, és ő is adott egy interjút Bobby McFerrin. Érdemes megnézni azt a videót is. Nagyon, nagyon szép dolgokat mesél így a régi időkről. Hát akkor javasoljuk a kedves hallgatóknak, hogyha esetleg arra járnak, akkor ebben hallgassanak bele. Viszont még egy dolog jutott eszembe, hogy ugye neked most új év előtt volt egy-két nagyon nagy koncerted, nagyon nagy eseményeken. Erről azért beszéljünk, ha jól tudom, a havasi koncerten is téptél fel. Igen, úgymond életemben először lehettem részese egy olyan projektnek, ahol tényleg nem tudok más mondani, azért rengeteg minden össze van kapcsolva, mármint most így fénytechnika, tánc és a zene és az egész kompozíció, ez egy akkora projekt volt számomra, ez a Havasi Szimfonik, ami egy újabb szint számomra az életemben, mert ennyire taktjelre és pontosan megszerkesztve mindent még soha életemben nem csináltam, természetesen megoldottuk a helyzetet, és szerintem ebből csak is jól jöhettem ki, mármint mindenki, mármint én bizonyítottam azt, hogy én azért fülessel is, meg takjárrel, meg mindenféle malőrrel együtt én tökéletesen improvizálva kísérem, és egyben kooperálok a szerkezetében. De élménydús volt, főleg úgy, hogy mondjam neked, én még nem vettem arénákban részt, és életem legnagyobb élménye az volt, hogy 12 ezer embernek egy arénában kétszer elő kellett adni egy showt, ugyanúgy, tökéletesen, precízen, és közben 12 ezer ember, szóval az így, amikor a vakuk így mutatják, hogy hány ember van benn, hát ott azért le kellett nyelnem egy-két nyálat ahhoz, hogy így tényleg így beatboxolni tudjak, de óriási élmény. Milyen volt az egész show? Mik voltak még benne, emlékszel rá? Hát Mókus Edina egy kedvenc loopolós és gyönyörűen éneklő és hegedülő személyiségem, mármint személyiség, akit így ismerek. Ezen kívül az Experience Dance Group, meg rengetegen sokan mások is voltunk. Volt ugye az Andy is, ugye ő dobolt velünk, volt egy ilyen kis kooperációnk, ahol mondhatni ilyen battle szintű, ilyen kis dobos, beatboxos részek is voltak. Nagyon izgalmas volt a show egyébként, nagyon szépen volt összeállítva. Hát... Azt hiszem, hogy aki hallottanak, ez egy nagy visszatérő élmény lesz, vagy szépen emlékszik rá, aki meg nem, az sajnálhatja, vagy biztos majd valamilyen úton módon felvételekről meg tudja hallgatni. De térjünk egy picit vissza arra, hogy beszéltünk már a múltról, beszéltünk már, hogy kezdted a dolgokat, beszéltél a legkedvesebb projektjeidről, meg a igazán nagy eseményekről az életedről. Mik a hosszabb távú terveid, azon kívül, hogy most elmész erre a európai megmérettetésre? Hát reménykedve azért több célunk van ebben a megmérettetésre, mert hogyha most márciusban úgymond bekerülünk egy olyan kvalifikálásba, hogy még akár tovább is juthatunk, mint magyarok, akkor még plusz két másik beatboxosist keresnünk kell, mert akkor onnantól kezdve már négyen együtt képviseljük úgymond a világszintű csapat beatbox bajnokságon Magyarországot. Ez úgymond így a nyári tervem, de hogy így a jövőre előre
előre látva, hát sose tudni, hogy mi lesz. Én remélhetőleg mondanám, hogy most lekopogom, de kicsit messze van az asztal, de hogyha az iskolám minden rendben lesz, és a gyakorlati részlegemet is megteszem, és megszerzem a papíromat ebből, és megvédem a portfóliómat, ugye, akkor én szeretném minél hamarabb elkezdeni ennek a tábornak, minimum a tábornak a szervezésének a folyamatát, mert minimum jövő nyáron szeretném már azt, hogy évi rendszerességgel egy ilyen találkozási lehetőségünk legyen, ahol így egy ilyen kis tréningen így fejlesztjük egymást, legyen ez 14 év alatt, vagy 14 év fölött. Egyébként, ha már ifjúságvédelemmel, meg ifjúságfejlesztéssel foglalkozol, hogy látod a mai ifjúság problémáit, vagy miben látod azt, amivel plusz tud adni a ti generációtok ehhez a dolgokhoz? Hát én megmondom neked őszintén, hogy alapvetően egy ilyen, néha kosza is vagyok ebben, de mint a zene, alapvetően nekem a függetlenítést tanította meg, és legyen ez zongora, legyen ez akármi más, vagy dobról beszéljünk. Most én nekem a kedvencem az, amikor például egy doboshoz beszélek, miközben dobol, és ő közben figyel rám, és tud reagálni rám. Szóval alapvetően a beatboxolás is egy kicsit ilyen, hogy miközben te beatboxolsz a száddal, nagyon fontos az, hogy te annyira alapszinten tudod már kezelni ennek a használatát, hogy akár tudsz másra is figyelni. Szóval szerintem ezt kell valahogy az életben is kialakítani, legyen ez bármi, hogy miközben haladsz, akár egy zebrán, te közben más emberekre is figyelsz. Ez olyan, mintha egy autót vezetnél. Nem figyelünk egymásra? Én úgy érzem, hogy mostanság nem figyelünk egymásra kellőképpen. Aha, tehát nem halljuk egymás gondolatait, nem tudjuk a szokásainkat. Ez mitől lehet? Hát szerintem alapvetően nem akarok nagyon rámenni, meg így kitűzni dolgokat, de úgy érzem, hogy idegenedünk egymástól. Egy kicsit így ezt érzem, hogy mindenki saját magára gondol, ami nem baj, csak hogyha közösségeket építve kell akár egy bizniszt, vagy egy valamit összehozni, egy produkciót, akkor ez szerintem a legfontosabb. Azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolog volt, de akkor egy kicsit nézzük meg a te életedet. Hogyha éppen nem beatboxolsz, vagy nem a zenével foglalkozol, mi az, amivel a szabadidődet szívesen eltöltöd? Vagy mi az, amivel te fel tudod magad tölteni? Vagy ez a munkád? Én alapvetően most, tudod, mint így a hangok mestere, vagy így a hangok rabja, én mindig problémákba ütközök akkor, amikor a szavakkal úgymond kezdeni kell valamit. Mindig ezt szokták mondani, hogy nagyon sokat beszélek, és néha nem is köthető össze a mondani valóm, de erre igyekszem figyelni, főleg itt, hogy most a rádióban vagyok. De ezért is kezdtem el főleg ezt a blogolást, ami engem egyébként nagyon leköt, hogy legyen ez egy, nevezzük ezt naplónak, vagy akárminek is, de úgy próbálok blogolni, meg videoblogolni az életemben, hogy én egyben ebben fejlesztve információt gyűjtök úgy, hogy én a tudatosság szempontjából csak fejlődök, de ami mostanság számomra a legérdekesebb, ez a slam megmozdulás, amit így a fiataloknak is ajánlok, hogyha így összetudunk jönni, és ilyen téren is tudunk a problémákról beszélni akár, hogy ő csak kiáll a mikrofonba, és elmondja abban 3 percébe, hogy ő mit gondol, akkor lehet, hogy én már többet tudok az ő világáról. Hogy néz ki? Tehát mondjuk ki van téve egy mikrofon, ugye, körbeveszi most csak hasonlőttek 30-40 ember, és egy valaki kiáll, és 3 perce van arra, hogy elmondja, hogy mit gondol? Hát én most Kecskeméten próbálok ebből a híros slamből kihozni valamit, ami annyi, hogy már régebb óta működik, csak most kezdünk mondhatni annak a professzionalitása terén, úgymond előrébb jutni, hogy egy YouTube channel videókat akarunk feltölteni, meg valami logó, meg hogy ennek a dizájnját, meg a marketingét egy kicsit jobban kitalálni. De alapvetően azt veszem észre, hogy a gyerekek szeretnek eljönni, és ha van egy ilyen verseny, hogy mondjuk van 10 szó, amit előre kitalálunk, hogy bele kell építeni ugye a szövegbe, vagy van egy aktuális téma, ami eléggé izgalmasnak hangzik, meg mindenkit érdekel, akkor a köré kell úgymond azt a 3 perces slamet megírni, és ez olykor kiakasztó, és olykor kellemesen meglepő szövegeket hozhat. Én nagyon izgalmasnak tartom az ilyen eseményeket. Tehát mindenképpen, ahogy a zenében a spontaneitás, bár az se spontán, mert ott is egy csomó tudás kell hozzá, úgy pedig a szövegben a tudatosság felé halad, ha jól értelmezem a dolgokat. Így van. Blog témáidban mik a leggyakoribbak, vagy mi az, amiért érdemes volt elkezdeni blogolni? Hát én nekem most alapvetően 2 nagy kompozícióm van, ami köré hogy az információkat küldöm, ugye, mint említettem, a varázslat, mint The Magic, ugye, és én
alapvetően most ez a fő blog vonalam, hogy What's the Magic of the Beatbox, ami annyi, hogy mi a varázslata, vagy mi a varázsa a beatboxnak. Én e körül keresem az ilyen csatornákat, meg világszintű ilyen kis közösségeket, próbálom úgymond így abban is interaktív lenni. A másik ilyen kis ötletem, amit így kitaláltam így a mondani való terén, az pontosan ennyi, hogy the meaning and the censorship, ami annyit jelent, hogy ugye a cenzúra és a mondani való. Ez két nagyon erős szó, hogy miről nem szabad beszélni, de miről, mi az a gondolat, amit muszáj megemlíteni. Akkor ebbe egy picit menjünk bele, ha már így belekezdtünk, bár veszélyes dolog, de nekem érdekel, hogy egyáltalán hogy jutott ez a kettő eszedbe, és mire jutottál? Mire jutottam? Hát egyelőre csak a zenében merem ezt elkezdeni, hogyha valamit nyilvánosan blogolni elkezdek, és az pedig az, hogy nagyon érdekes világban élünk ma, amikor szerintem a könnyenben emészthető gondolatokat úgymond könnyebb is eladni, és sokkal nagyobb réteg is hallgatja, viszont én mondhatni vagyok ennyire, hát ha lehet ezt a pervers szót használni, akkor én szeretem az olyan fajta szövegeket is, amiben egy kicsit merészebb gondolatokat is mondanak, de mégis valahogy annak az arányát megtalálva, hogy mégsem, hogy mondjam finom, hogy mégsem okozol a másikban valami akkora fájdalmat, hogy ő abból nem tud felépülni, vagy nem jön rá a megoldásra. Fontos kimondani az igazságot? Mindennek megvan a maga pillanata és ideje, szóval én nagyon sokat gondolkodtam, és próbáltam valami olyan kompromisszumot kötni a saját magam szociális, szájbertéri felületeivel is, hogy aki látja az én dolgaimat, avval is valami olyat posztoljak, vagy olyat osszak meg, ami egyben épít is, de azért úgy nyitja fel az emberek szemét, hogy nem okoz belső fájdalmat, és ennek az arányait megtalálni nagyon nehéz. Te általában a privát beszélgetésébe törekszel erre, vagy mert azt észrevettem rajtad, hogy te egy nagyon kíváncsi ember vagy, tehát tényleg érdekel, amit a másik mond, és így tudsz világokat teremteni, hogy más világokba is belemész. A saját beszélgetésedbe ezek is pontosak, tehát az igazság, a kíváncsiság, a világra tekintést, te hogy állsz ebben? Hát én először szeretem felmérni a terepeket, vagy mondhatni az embereket is így szeretem felmérni, mert azért a bizalom és a megnyílásnak a mennyisége, az szerintem akkor nyílik meg, hogyha egy olyan közeg, vagy egy olyan érzés alakul ki kettőnk között, hogy én bármilyen módon, vagy akár más formában is lehetek úgymond igaz, megmondó, akkor szeretek ilyen lenni, de alapvetően mindig megadom annak a finomságának a helyzetét, hogy nem török egyből a te életedbe bele. Tudunk ma még beszélgetni? Most egy általában családok közt, barátok, vagy akár párok tudnak egymással beszélgetni? Hát én a saját családomnál is néha úgy érzem, hogy vannak témák, és főleg így ebbe a mai erős korszakunkban, mert szerintem történelmi korszakot élünk, nehéz úgy beszélgetni, főleg úgy beszélgetni, hogyha különböző szinteken és színvonalon vagyunk. És hogyha az ember nem tudja egyébként leküzdeni a saját maga egóját, akkor nagyon nehéz figyelni a másikra, és szerintem ezt kell elsősorban megtanulni a saját magának, mindenkinek, hogy egy jó beszélgetés kialakuljon, és türelem, és annak az ideje meglegyen, hogy úgy tudjunk beszélgetni, hogy türelmesen az egót úgymond egy kicsit elnyomva, vagy legalábbis minimum annyira elnyomva, hogy ne ordibáljunk bele a másiknak az éppen aktuális mondandójába, hanem legyünk türelmesek akár megvárni a végkifejletét, és esetleg így reagálni. Én mostanság ezt érzem az emberekben, hogy annyira gyorsan pörgünk, hogy még arra sincs időnk, hogy megvárjuk a másik mondandójának a végét. De olyan, mintha csak a saját gondolatainkat hallanánk? Igen, és ezt ilyen repetitívan, úgymond így többször is egyfolytában. Ami jó, értem én, mert azért, ha mondhatom így, ez a manipulált marketing mögött azért ott van az is, hogy te szeretnéd az, hogy érvényesüljön az a dolgod, amit te szeretnél, de mégis nagyon sokat kell gondolkodni szerintem abban, hogy ez mennyire építi a te világod, az egész világét.
Igen, egyébként egy művész esetében még érdekesebb, mert ahhoz, hogy táplálja a művészetét, oda kell figyelni egy csomó mindenre, viszont hogyha át akarja adni, akkor viszont elő kell venni az egóját, mert kell az az önbizalom, hogy elő tudja adni. Te ebben hogy vagy? Én szerintem nagyon-nagyon sok egót vesztettem ahhoz képest, mint amikor sokkal fiatalabb voltam, és igazából nem érdekelt a világ se. De tudod, az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a boldog tudatlanság, csak minél többet tud az ember, annál jobban feszélyezve érzi magát bizonyos gondolatoknál, egyben azért, hogy nem akar megbántani más se, kettő pedig azért, mert azért vannak problémák, amiket valahogy ki kell fejteni, de mégis finoman, és művészien. Na ez a csodás az egészben, hogy valami olyan költői metafora mögé, ami mégis erős. Azt hiszem, nagyon érdekes, és nagyon, nagyon sok új problémát vetette fel. Ugye a riport végére egy csomó olyan kérdést nyitottunk meg, ami még egy riport majd egyszer ráfér, szerintem ebben majd egyszer állunk elébe. De itt a legvégén viszont azon gondolkodom, hogy kik azok a mai példaképek, meg kik azok a akár könyvben, akár zenében, akár csak sima barátságban, akikre azt mondod, hogy megtermékenyítik másnak az életet, vagy a tiédet? Beszéltünk ugye, mert Al Jarreau-ról, Bobby McFerry-ről, de vannak még olyanok, akikre azt mondod, hogy időt szánsz arra, hogy meghallgass, leüljél, és utána beépítsd a saját gondolataidba. Hát tudod, ez én nagyon... az amplitúdója annak, hogy így mikor mit szeretek, ez eléggé sűrűn változik, és rengeteg, de ez most, ha egy metaforába kéne zeneileg így fúzionálnom, akkor én azt mondanám, hogy volt amikor olyan idő, amikor kellemesnek mondható old school, úgymond vidám Subbase Monstert hallgattam, ma meg el kell fogadnom azt, hogy csak építhet pluszban az is rajtam, hogyha olyan dolgokat is hallgatok, mint például egy Kezdet fiai, amiben rengeteg olyan mondani való is van, aminek utána kell néha nézni, mert én se vagyok azon a szinten, mint ők például, de most ezzel nem őket akartam teljes mértékű példaképnek egyébként felhozni, bár velük sincsen szerintem semmi probléma, mert azért így a Slam vonalában is ők egy olyan dolgot indítottak el, de... Példakép? Hát mikor ki a példakép? Én mondanám neked azt, hogy volt már olyan munkám, amikor olyan kórházi közegekben voltam, amikor például egy nővér, egy ápoló ma már itt egy ilyen helyzetek mellett egy óriási példakép lehet egy kitartása mellett. Azt hiszem, hogy nagyon fontos. Akkor még itt tényleg már alig másfél perc van vissza a riportunkból, hogy mit gondolsz arról, hogyha ma el akar indulni egy fiatal, hogy keresse meg a saját hangját, mit csináljon? Zárásképp. Hát én saját magamon veszem észre azt, hogy nekem egyben szerencsém is volt, mert tényleg a családom, a barátaim eddig megalapozták úgymond a jövőjét annak, hogy én tudjam azt, hogy én nekem milyen utat kell járnom, mert én úgy mit szeretek. De ahhoz, hogy saját maga megtalálja önmagát, csend és figyelem, ami most ez annyi, hogy meg kell ismerni a világot ahhoz, hogy te tudd, hogy milyen alkatrészévé tudsz válni. Azt hiszem, hogy nagyon szép végszava volt a mai riportunknak. Nagyon szépen köszönöm Dömötör Tamásnak, hogy itt volt, illetőleg hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. Minden ható távolság rakétáját.
megyünk haza, amíg nem késő. Minden kezdet és minden végső. Hang összeolvad a gitáron, hogyha félre nyúlok, nem bánok. Minden hatósági pillanat ellenére mégis vállalom. Köszönjük a figyelmet!